Sziasztok srácok, nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Több mint egy hónapja, hogy utoljára ilyen tuning videóban tudtunk találkozni. Most végre valami csoda folytán úgy döntött a Rockstar, hogy betesz egy újabb autót a játékba, ami nem más, mint a Gallivanter Baller STD, egy újabb SUV, immár sokat szóra az utóbbi időben. Annyi SUV lesz lassan a játékban, hogy külön oldalt kell nekik indítani. Ezt az autót egyébként a Legendary Motorsporton találjátok meg, egészen pontosan 1.715.000 dollárba kerül, ami nem kevés, és éppen ezért mondtam a tegnapi videóban is, hogy várjátok meg a mai tesztet, és akkor az alapján döntsetek. Szóval vegyük is meg ezt az autót, és nézzük, hogy mit lehet kihozni belőle. Na kérem szépen, hát akkor itt is vagyunk, tuningoljuk fel ezt a Gallivanter Baller STD-t, ahogy láthatjátok, most nem az autóshopomban vagyok, és ez nem véletlen. Ugye az előző ilyen tuning videóban, amikor a Cavalcade XL-t tuningoltuk, akkor azt mondtam, hogy érdemes az autóshopba tuningolni, mert ott van egy ilyen, hát nagyjából 5%-os kedvezmény, és amúgy ez ugyanúgy igaz is. Viszont itt ugye van Imani Tech Upgrade, úgyhogy ezért vagyunk az agency-be, mert erre az autóra elérhető ez a kettő Imani Tech-es fejlesztés, majd erről is fogok egy kicsit beszélni, de kezdjünk bele, illetve még annyit azért szeretnék mondani, ez is szintén egy fun fact, ahogy nyitottam az előző ilyen tuning videót is, hogy amúgy a Gallivanter Baller STD az nem az első ebbe a Gallivanter Baller generációba, hogy így fogalmazzak, sőt még csak nem is a második egyébként, mert hogy volt már ezelőtt egy Gallivanter Baller ST, ami került ilyen 890 000-be, és szerintem 2021-ben talán a Contract DLC-vel került be, de ebben nem vagyok biztos, talán még egyébként belépési bónusz is volt, és akkor ingyenesen meg lehetett szerezni. De volt ebből egyébként sima Baller, Baller LV, Baller Armored, én már számon sem tudom tartani, hogy mennyiféle. Inkább ami frusztráló, hogy a sima Baller azt került mondjuk hasraütésszerűen 100-200 000 dollár között valahogy, aztán az ST 890 000-be, ez meg 1 700 000. Tehát, hogy igen, továbbra is zavar az infláció, ami van a játékban. Na mindegy, kezdjünk bele ebbe a tuningba. Arch covers. Még szélesebbé, még vaskosabbá lehet tenni ezt az egyébként sem kicsi autót, mert alapvetően is az ST-hez képest ez az STD annyiba változott, hogy még nagyobb lett. Amúgy, ahogy így nézegetem, talán egy 5. generációs Range Rovernek lehet ez a játékbeli mása. Ez amúgy tetszik, úgyhogy ez a Black Arch kit lesz a nyerő, az armor az természetesen 100%. A fékből is a legjobb. Body trim. Aha. Az oldalán lévő vonalakat, sőt még az elején is lehet változtatni a rácsokat, illetve a lökősön egy kis részt. És amúgy olyan nincs, ahol ez a fekete csík van és elől meg fehér. Hát nincs. Pedig amúgy maga a csík az tetszik, lehet, hogy teszek egy ilyen secondary trimet, aztán meglátjuk, hogy mi lesz az autónak majd a valódi másodlagos színe. Első lökhárító, hát nincsen sok választási lehetőség. Általában túlzásnak szoktam érezni mindig az utolsó opciókat. De most úgy egyébként nem. Ez egészen elmegy. Amúgy is egy ilyen nagyon zömök, nagyon tekintélyt parancsoló autó, ez közben jött egy SMS-en valakitől. Úgyhogy nem baj, hogyha jó nagy lökős lesz rajta. Ezt amúgy nem értem, tehát mindig is utáltam az ilyeneket, amik ilyen utólagos felfogatással vannak oda szerkentyűzve valahogy. Hát igazából vagy a második, vagy az utolsó, de legyen akkor ez a második, Street Diffuser. A motorból a level 4-es kell nekünk, kipufogó opciók. Jó, legyen ez, úgyse nagyon szoktam ezeket az ilyen sima ezüst, vagy alumínium, vagy nem tudom milyen színűeket használni. Motorháztetőből sincsen túl sok választás. Érdekes ez az autó egyébként, hogy eddig egyik menüpontban sem volt olyan túl sok lehetőség. Ami nem feltétlenül baj, hogyha jó opciók vannak, amúgy. Hát ez a karbonos amúgy nem lenne rossz. Meg tök menő így a karbon fólia fölött ez a Gallivanter felirat, de valami szolidabbat szeretnék inkább, mondjuk ezt, ez a Vented Sport Hood, ez jó lesz. Jó, a duda az most nem érdekes. Na, az Imani Tech-es upgrade-hez visszatérve, én inkább a Missile Lock-on Jammert szoktam egyébként megvásárolni, csak az az igazság, hogy mivel nem nagyon szoktam egyáltalán public sessionbe játszani, ezért ennek nekem annyira nincs létjelentősége, és 400 000-et meg sajnálok kiadni érte, úgyhogy ezt most hanyagoljuk, hát most eltekintünk, de egyébként
Mindkettő jó, mindkettő fejlesztés szerintem. Jó lehet, érdemes megvenni. Inkább a Missile Locon Jammer, ami talán hasznosabb. Úgyhogy ha sokat szoktatok publikba játszani, vagy úgy érzitek, hogy szükségetek van rá, akkor nyugodtan. Ez egy plusz funkció, amit tud a gépjármű. Xenon lámpa az jöhet. Én Neont most erre nem raknék, nem tudom. Annyira sok autómra raktam Neont, hogy most erre nem szeretnék. Nézzük, milyen liverik vannak. Az amúgy jól nézhet ki, ez a Sessanta féle. Csak nem fehér festésen. Sessantából van többféle. Dual camo. Amúgy ezek nem rosszak. Se pirosba, se kékbe. Mondjuk nekem minden autón nagyon szoktak tetszeni ezek az ilyen camo jellegű festések. Ó, ez se rossz. And country. Kicsit ilyen brit zászlós. Szerintem amúgy ez lesz. Ez tetszik. És ez nem is rossz ezen a fehér alapon se. Viszont akkor ezt innen el kell tüntetni. Arra vissza kell menni. Talán a legelső opció volt. Nem. A body trim volt. Ó, viszont akkor legalább így az elején a rácsot meg a lökősbe azt a kettő kis csíkot akkor át tudom színezni fehérre. És amúgy jobb is úgy szerintem, úgyhogy akkor ez így lesz. Hol jártunk? Livery. Jó, hát visszapillantó tükörből. Nem rossz egyébként ez se. De akkor mindenképp fehér. Sárvédő, és ez... Ja, itt van. Nem láttam hirtelen, hogy hova teszi. Mármint, hogy azt... Na, értem, hogy hova teszi a sárvédőt, nem vagyok hülye. Hát, az hülye jött ki. Csak nem láttam, hogy oda teszi-e valóba. Nem kell erre sárvédő. Viszont egyedi rendszám annál inkább. Jó, maradjon ez, ez jó lesz. Na, és akkor nézzük meg, hogy milyen szín hogyan áll neki. Jó, a chrome-ra véletlenül nyomtam rá, de amúgy nem lenne rossz. Na, metál színeket szeretnék nézni. Sokféleképpen láttam megcsinálva ezt az autót. Pirostól elkezdve fehéren át, a kékig, de narancssárgán is láttam. Sok-sokféleképpen, meg aranyba is egyébként. Mindig bajba vagyok egyébként. A festéssel, meg a felnivel, ez a kettő, ami nekem a halálom. Nagyon nehezen találok mindig olyat, ami aztán végül is tetszik, meg jó. Fú, srácok, le kellett állítanom a felvételt szerintem egy jó 5 percre, mert az előző livery, ami ugye ilyen színesebb volt, amúgy ez ugyanaz, csak fehérbe. Na, ahhoz nem találtam egyszerűen normális színt, ami tényleg passzolna hozzá, meg jól néz neki. Úgyhogy átraktam ezt, és szerintem ez a... Melyiket is néztem? Valamelyik kéket. A Surf Blue-t néztem. Meg a Harbor Blue. Nem tudom, hogy te a kékek közül akarok választani. Szerintem ez a Surf Blue lesz egyébként. Úgyhogy térjünk is rá egy ilyen 10 perces kitérő után most már második színre. Ami változtat valamit egyáltalán? Aha, tetején ezeket a kis cápószonyokat. Hát akkor abból is kéne egy ugyanolyan. Aztán kész. Meg is van. Jó, az autónak a belseje. Egyébként az is lehet akkor ilyen világos kék. Oké, Surf Blue. Mit lehet a tetején állítani? Aha. Nem feltétlenül lenne rossz egyébként, hogyha teljesen primary színű lenne a teteje az autónak. Vannak spoilerek is. Szeretem az agency-t meg minden, de amúgy nem szeretek itt tuningolni, mert semmit nem látni az autóba. Jézusom. Jó, értem. Ez mi? Ezt valaki magyarázza nekem, hogy ez mi? Meg ez. Meg egy kicsit ez is. Szeretnék valami szép visszafogottat. Legyen ez. Csak primary-be. Napfényvédő, hát az is mehet, de akkor az legyen fekete. Le nem ültetjük. Úristen. Főleg, hogy egy SUV-ről van szó. Ebből mehet a max, turbóból is. Na és akkor felni, ezzel megint bajba leszek. Előre látom. Miért van az, hogy nekem mindig jobban tetszik az, ami rajta van alapból? Ez se lenne rossz, az Obey RS. Illetve a Los Speed 10. Ez lesz, Los Speed 10.
Oké. Nem kell rá tire design, viszont golyóálló fejlesztés az mindenképp, és akkor legyen mondjuk kék a kerékfüst is. Bár gondolom az ilyen sötét kék lesz. Besötétíteni be lehet teljesen. Ja, és meg is vagyunk. Oké. Rendben. Még ezt a színt, ezt átgondolom egy picit. Szerintem megint leállítom a videó felvételt, és átnézem még egyszer. Vagy nem tudom, megnézem a liverik, hogyan passzolnának hozzá. Mondom, nagyon-nagyon durván sokat el tudok cseszni ezzel, hogy nem találom egyszerűen, hogy mi illene hozzá leginkább. De maga a livery amúgy az jó. A színében nem vagyok biztos továbbra se. Igen, változtattam. És hát változtatni fogok annyit, hogy átrakom Harbor Blue-ra. Kicsit szeretném, hogyha sötétebb lenne, és akkor a secondary-t is átteszem Harbor Blue-ra, viszont akkor így már, igen, nagy nezen elfogadta, így már elkészült, ja, trim color-t is akkor, Harbor Blue. Igen, meg vagyunk, srácok. Na nézzük meg, hogy mit tud akkor a kicsike. Kimegyünk az agency-ből, nagyon jó nappal van, gyönyörű szép reggel, 3:48. Nem tudom, hogy mennyire hangos a játék, remélem, hogy annyira egyébként nem. Alapvetően is egyébként gyorsnak tűnt SUV-hoz képest, meg aztán végképp. De így az összes tuninggal együtt amúgy nagyon meg vagyok lepődve. Jó, végsebességre nyilván nem lesz egy paria. Nem is egy kategória. De amúgy gyorsulásra tök jó. Kicsit dobálja magát egyébként, tehát hogy annyira hirtelen mozdulatokat nem érdemes vele tenni a kanyaroknál. De nulláról mondjuk 100-ig szerintem egészen furga. Amúgy jól néz ki. Szerintem jól lett ez a festés, meg a livery is. Na szóval így elindulás után azért elég jól gyorsul. Amúgy, hogyha óvatosan kanyarodik vele az ember, akkor azzal sincs gond. Csak hogyha szeretnék mondjuk egy... Igen, tehát hogy egyből kidobja a hátulját. Amint egy picit nagyobb tempóval, vagy egy picit élesebben szeretnék bevenni egy kanyart. Hát egy hangyányit most már sikerült leamortizálnom az autót, mert egy pár osztopot kivittem. Meg egy pár gyalogos is bánta azt, hogy itt közlekedek Los Santosba, de... Egyébként azt kell mondanom, hogy jó. Tehát hogyha a Cavalcade XR-re azt mondtam, hogy hát annyira nem győzött, meg nem tudom. Ez tökre tetszik. Mondjuk a sima Baller STD-t is szerettem. Az is megvan nekem, és az STD se lett semmivel rosszabb, sőt, inkább még pont, hogy jobb lett. Nincsen annyira nagyon sok tuningolási opció, tehát nem az van, mint más járműveknél, hogy bemész, és akkor minden menüpontban van 25 féle lehetőség. De sokféleképpen meg lehet csinálni, így is jó liverik vannak rá, jól is néz ki, úgyhogy azt tudom mondani, hogy ha valaki nagyon vágyik egy ilyen családi SUV-re, akkor talán ez még az egyik legjobb döntés lehet egyébként. Persze 1 millió hetet alapvetően nem hinném, hogy ér. Mert azért ahhoz drága, de például így a gyorsulása amúgy... Meg nem mondaná az ember róla, hogy egy SUV-t vezet. Úgyhogy jó, jó, tényleg. Csak ajánlani tudom. És akkor ez lett volna a Baller STD-nek a bemutató, illetve tuning videója. Az eső nem azért terett el, mert annyira rossz lenne az autó, éppen ellenkezőleg ezek örömkönnyek, mert egy meglepően kellemes csalódás volt nekem ez az STD, főleg úgy, hogy imánitek upgrade-es is. Jó, nyilván az ára így is nagyon magas, de hogyha szeretnétek egy SUV-t, akkor azt gondolom, hogy ez nem lesz egy rossz választás. Remélem, hogy tudtam segíteni ezzel a videóval. Hogyha így van, kérlek dobj egy lájkot rá. Ha pedig még nem tetted volna meg, akkor iratkozz fel, és nem maradsz le a további hasonló tartalmakról. Én Dani voltam, köszönöm szépen a figyelmet.